Bemutatjuk a Washington zárt ajtók mögött című filmsorozat második részét. Magyar hangok, Avar István, Szabó Otto, Földi Teri, Tahit Úr László, Váradi Hédi, Szabó Gyula, Bárány Frigyes, Benkő Péter, Sinkovics Imre, Képesi József. További magyar hangok. Szatmári István, Újréti László, Hámori Ildikó, Szakácsi Sándor, Császár Angéla, Márton András, Györfi György, Bács Ferenc. Magyar szöveg Köböl Anna, hangmérnök Balog Mihály, rendezőasszisztens Mata Zsófi, vágó Lajtai Erzsébet, gyártásvezető Kovács Gyula, szinkronrendező Veszeli Ferenc. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Televízióra alkalmazta David Rintels és Eric Berkovici. A filmet rendezte Gary Nelson. Halló. Halló, itt Margaret, 12. Itt Vitorla, beszéljen. Egy utcai készüléken hívom, Santa Barbarából, a Kaliforniai Politikai Kutatóintézet épülete elől. 805-961-3199. A hívás kódja 90. Igen, Margaret. Reggel 9 óra 20 perckor telefonhívást kaptam Frank Flaherty-től. Betűzöm. F-L-A-E-R-T-I. Ő Richard Mountain belső munkatársainak főnöke. Tesslert hívta? Igen. De Tessler a Karib-tengeren nyaral. Ezért nálam hagyott üzenetet a részére. Mi az üzenet? Mountain azt kéri Tesslertől, hogy találkozzon vele pénteken a chicagói Black Store-ban. Egy állást óhajt felkínálni Dr. Tesslernek a kormányában. Hihetetlen. Mountain fel akarja fogadni Tesslert? Nem értem. Itt még nem tarthatunk. Lehet, hogy Mountain békülékenyebb lett? Maga elhiszi ezt, Simon? Ne. Nem tudom. Tessler a legjobb ember, nem? Hát, intellektuel és kutató. És ez nem a legjobb ajánlólevél arról, hogy hát Mountain csapatában játszon. Mennyire megbízható forrás? Akkor építettük be, amikor Tessler titkárnője nyugdíjba ment. És mi fizetjük? Érdekli a dossziéja? Nem. Ha ez igaz, van egy barátunk az udvarnál. Talán még több is ennél. Mm-hmm. Persze. Tessler kiváló, ha nyitni akarnak Kína felé. Lehet, hogy Manktonnak erre kell. Megkapta már az üzenetet? Nem. Valami eldugott szigeten van, ahol nincs telefon. A titkárnője rádión érintkezik vele minden reggel 9-kor. Úgyhogy holnapig nem tudhatunk meg semmit. Na jó, akkor figyelj ide. Lépjen kapcsolatba Puerto Ricói állomásunk vezetőjével. Keressék meg Tesslert akárhová bújt is, és még ma éjjel értesítsék. Maga viszi Tesslert Chicagóba? Igen. Össze tudja hozni? Hogyne. Már is megyek. És mi lesz a holnapi vallomásával a szenátusi bizottság előtt? Halasztassa el. Nem biztos, hogy könnyű lesz. Egyszer már lefújtuk. Mondja meg nekik, hogy sürgősen el kellett utaznom. Nemzeti Galéria. Sajnálom, Mrs. Whelan pillanatnyilag nincs itt. Üzen valamit? Mr. James Bond. Tessék! Nos, Shorter, sikerült? A San Juan-i főnök nem ugrott ki a bőréből. Azt mondja, Tessler kora reggel valami piknikre ment. Négy ember mászkált utána szigetről szigetre, míg végre aztán megtalálták. Javában ette a füstölt pulykás szendvicset egy eldugott lakatlan szigeten. Pulykás szendvicset? Szerintem csak fel akartak vágni, mostanában nagy ott a csend. Emlékeznek, amikor a Karib-tengeri akció onnan indult ki, akkor egész izgalmas volt. És mit mondtak? Mikor jön meg Tessler? Az emberünk elviszi Tortolába, és reggel érkeznek repülőgéppel. Köszönöm, Shorter. Nincs mit, uram.
Haló? Sally? Szervusz. Hol vagy? A városon kívül. Már aludtál? Nem baj. Mikor jössz vissza? Talán már holnap. Megkaptad az üzenetet? Igen. Nagyon vicces volt. Mindenki tudni akarta, ki telefonált, és mikor mondtam, hogy a CIA főnöket, nem akarták elhinni. Sally. Na? Hiányzol. Nem jobban, mint te nekem. Erről még beszélgetünk, jó? Jó ét. Jó ét. Állást kínál a kormányban. Valószínűleg külügyminisztert akar csinálni belőle. Jobbat nehezen találhatott volna. De én nem oda tenném magát. Persze a címeket az állam osztogatja, de szerintem a hatalom a Nemzetbiztonsági Tanácsé lesz. Ha Moncton a Fehérházból irányítja a politikát, a maga helye az ő jobbján lenne, nem gondolja? Egyelőre csak a rövidített üzenetét kaptam meg. Nem tudom, mit forgat a fejében. Az utódom szorosan együtt fog működni a Nemzetbiztonsági Tanács főnökével, és szeretném jó kezekben tudni őt. Maga tehát nem marad? Nem tudom, Moncton még nem közölte velem, nem tudom. És akar maradni? Hát a karrieremről van szó, és már 4 elnököt szolgáltam. De miért ne akarná megtartani magát? Nem tudom. Úgy mondják, azt hiszi, hogy Billy Curry védence vagyok, ami nem teljesen igaz. Azon kívül jó barátja Elmer Morse-nak az FBI-tól már legalább 20 éve, és Elmer és közöttem voltak jogi nézeteltérések időről időre. Szívesen megtenném, amit lehet, hogy segíthessek. Maga rendes volt velem. Esetleg mondjak valamit Montonnak? Hát, ha esetleg úgy alakul a helyzet, hogy szólhat pár szót az érdekemben, én nagyon hálás lennék. Ugyanolyan lojális tudnék lenni Montonhoz, mint bármelyik elnökhöz, ha bár nem hiszem, hogy ő így gondolja. És mi elég jó páros lennénk. Meglátom, mit tehetek. Lehet, hogy a meteorológiát bízza rám. Ha igen, akkor majd maga nevezi el a hurrikánokat. Legalább sok csinos nő közt foroghat. Az elnök tanácsadója. Nagy megtiszteltetés számomra, Dr. Tesler. Őszintén szólva, Mr. Flaherty, engem meglep, hogy ide hívtak. Nyílt titok, hogy nem támogattam Moncton szenátort, vagyis az elnök jelöltet, amíg a választás tartott. Sőt, hogy egészen világos legyek, nem hiszem, hogy politikai elképzeléseink egyáltalán összeegyeztethetőek. Kellemesen fog csalódni, doktor. Az elnök nagy rajongója az ön írásainak. Valóban? Éppen mostanában fejezte be az ön egyik könyvét, a századunk világpolitikáját. Igen mély benyomást tett rá. Hallottam vitázni róla. Nos, természetesen bármikor szívesen működöm együtt vele, ha bizonyos lehetek benne, hogy hasznos vagyok. Ezt igazán örömmel hallom. Bocsásson meg egy pillanatra. Elnök úr. Frank azt mondja, hogy ön hajlandó csatlakozni hozzánk, doktor. Dr. Tesler kellemesen érinti, hogy ön olvasta az évszázad világpolitikája című könyvét. Igen, és különösen érdekesnek találtam az elméletét a kínai-orosz háborúról. Az ön széles látóköre és rugalmassága volt az egyik oka annak, hogy ide kérettem. Úgy vélem, ideje változtatnunk Kína politikánkon. Gondolom, egyetért? Igen, elnök úr, egyetértek. Okozna bármilyen problémát, ha otthagyná a kaliforniai intézetet egy időre? Egyáltalán nem. Sőt, mi több, azt hiszem, szerét ejteném egy csöndes ünnepségnek. A külpolitikát a Fehérházban dolgozzuk ki. Ön lesz a Nemzetbiztonsági Tanács vezetője. Maga és én fogjuk összegyűjteni a nagyfejűeket. Vagyis... Most elnézést kérek, várnak rám. Az elnöknek igen zsúfolt a napja. Igen, ezt látom. Mr. Flaherty, úgy érzem, hogy sajnálatosan keveset tudok még, ami a munkám részleteit illeti. Egyszerű, doktor. Évi 42.500-at fizetünk. Hé, Adam! Várj meg! Gyerünk, Hank! Verrá! Nem tudom, meddig bírom még. Mennyi van hátra? 10 perc.
Még 10 perc. De hogy állsz? Ezt mire érted? Hogy mennyi? Mennyit fizetnek? 25 000. 27 500, mint fehérházi tisztviselő gyakornok. Nem hát, rossz, mi? Hát. Hát de persze bele kell számítani, hogy Washingtonban drága az élet. Az. Paulának szerencséje volt, tulajdonképpen nekem is. A New Yorki TV szerződtette a washingtoni oktatóműsoraihoz. Egy hirdetésmentes vitaműsorral bízták meg. Hűha, remek. Az. Öregem, ennyit futkározni épp, mikor házasodni készülsz. Mintha egy kiállított játékos nem akarra levenni a pályáról. Tudod, mi tetszett a legjobban? Mi? Hogy a szüleid nem engedtek minket egy szobában aludni az éjjel. Ez neked de tetszett. Ma már lehet, ugye? Ó, most már törvényes. És tudod még, mi tetszett? Hmm? Hogy amikor ők ágyba bújtak, te mégis besurrantál. Igen? Ez nekem is tetszett méghozzá annyira, hogy legális vagy sem, ma éjjel újra megpróbálom. Ajánlom is, különben egy pucérhölgy fog bolyongani a házban. Akkor még meggondolom. Azt hiszem, ideje volna lemennünk. Szerintem is itt az ideje. Előbb vagy utóbb. Nincsak! Hello. Hát alaposan megváltoztak a szokások. A vendégség az esküvő után volt, nem előtte. De Paola képtelen bármit is szabad. Mama, már késő. Betéve tudja az életem történetét. De örömmel meghallgatom újra. Első 3 perc díja 75 cent. Halló. Itt Margaret 12. A híváskódja 90. Itt Vitorla. Egy pillanat türelmet. Tessék, beszéljen. Most hívta fel Dr. Tesslert Frank Flaherty Chicagóból. És? Azt mondta, hogy Moncton elfogadta Tessler javaslatát, és hajlandó megtartani Mr. Martint a cég élén. Egyéb? Dr. Tessler megkért, hogy maradjak a titkárnője a nemzetbiztonságinál is. Elfogadtam. Remek. Egyéb? Ez minden. Köszönöm, Margaret. Az igazgató úr. Carl. Bill. Nagyon örülök, hogy meglátogatott. Vegye le a kabátját és foglaljon helyet. Tessék, ez minden, amit nyújthatok. Félő, hogy egyszer szétesik, mint minden más ebben az irodában, de talán nem éppen ma. Köszönöm. Hát, tényleg örülök magának. Nagyon hiányzott már. Senkivel sem találkozom. Ez az átmenet itt olyan, mintha fegyenztelepen lennék. Hallom, hogy már is nagy eredményeket ért el a Nemzetbiztonsági Tanács újjászervezésében. Túl lassan megy. Néhány jó embernek nem tudok eleget fizetni, másokat nem tudok tisztázni. Biztonsági okok? Nem, csak túl liberálisak. Nem alkalmazhatok liberálisokat, homoszexuálisokat és harvardistákat. Ha ismer jobboldali nőpárti végzősöket az Ohio-i egyetemről, küldje őket hozzám. Ilyen pocsék a helyzet? Eltökélték, hogy megjutalmazzák a barátaikat. Általában véve talán jogtalanul bántom őket, de hát... Végül is én idevaló embereket keresek, szakembereket. Bill, őszintén szólva elég sok fáradtságomba került meggyőzni az elnököt, hogy megtartsa magát. Na és sikerült? Bocsássanak meg. Dr. Tessler most fogadja önt. Köszönöm, Margaret. Nem maga volt az esélyes, valljuk be, de a körülmények maga mellett szóltak. Az első számú jelölt visszalépett, és nekem sikerült jó hangulatban találnom az elnököt.
de elég szkeptikus volt. Jót álltam a maga hűségéért, és hogy kész az együttműködésre, valamint hogy jó munkaerő. Viselkedjék kifogástalanul, ne adjon neki okot a csalódásra. Ne aggódjon, Karl. És hálás vagyok, szeretném, ha ezt tudná. Igazán nagyon hálás. Igazgató úr. Mr. Flyer. Isten hozta. Erős szövetségese van itt dr. Tesler személyében. Nagyon meggyőző szövetségese. Látja, igazgató úr, úgy tűnik, már is bemártottam a kezem. Frank, miért nincs itt törülköző? Csurog a víz a kezemről. Az egész 11. emeleten nincs egyetlen törölköző. Mi haszna, hogy az ember uralkodik az egész világon, ha nincs egy törölköző, amellyel megszárítkozhatna? Azt beszélik, szívesen velünk marad, Bill. A hírszerzésnek az eddiginél sokkal jobban kell működnie. Sokkal jobban. Nyilván ezt maga is tudja. A cég története nem éppen, mondjuk így, makulátlan, ugye? Amikor a szenátusban voltam, emlékszem, állandóan rajta kaptak minket. Valamin mindig rajta kaptak. Venezuela jó példa erre. Igazán nagyon meglepett bennünket az a dolog akkor. Nem igaz, Bill? És Kína még rosszabb. Milliárdokat költünk hírszerzésre. És a kapott eredmény túl jelentéktelen. És késve érkezik. Magának ezernyi embere van odát Langleyben, aki csak lóbálja a lábát. Nos, ennél mi jobban fogunk dolgozni. Bár a maga emberei nem is olyan rosszak. Ugye, Carl? Nem. A kis zsenik a külügyminisztériumban sokkal, de sokkal rosszabbak. Csak üldögélnek az irodáikban, és fő a fejük, hogy mi illik, mi nem, és hogy kiszervezze a munkaebédet, amin legközelebb részt vesznek. Miközben különféle titkokat szivárogtatnak ki a lapoknak. Képtelenek bármilyen konstruktív tevékenységre. A maga emberei néha legalább csinálnak is valamit. Nagy néha. De azt nyilván maga is elismeri, hogy egészében véve. A hírszerző szolgálatunk meglehetősen másodosztályú. Nem igaz, Bill? Próbáljanak kicsit jobban hasonlítani Elmer Morsehoz, az FBI-tól. Frank! Beszélni akarok magával. Kétségtelenül ez volt a leghálátlanabb toborzó hadjárat, mióta az újságírók csordákba verődve propagálták Londonban ő felsége flottáját. Nos, Isten hozta a fedélzetet. Isten hozta. Na, mit gondol? Érti a dörgést. Már nem kell sokat csiszolnunk rajta. Egy ideig talán, de azért rajta tartjuk a szemünket. Hol is hagytuk abba? A Nemzeti Bank elnöke Leonard Herman. Ő a másik oldalon áll. Hát akkor el kell küldeni onnan. Készítsenek egy névsort. Most dolgozunk rajta, de holnapra meg lesz. A következő a személyzeti főnök. Oda nekünk egy valódi kemény fickó kell. Valaki, aki tudja, hogyan hajtson végre egy parancsot. Itt egy életrajz a három jelenlegi megbízott egyikéről. Pillanatnyilag ő a legesélyesebb. Mit akar nekem beadni? Egy újabb Harvard fiúcskát? Maguk soha az életben nem fogják megérteni, mivel próbálkozunk. Nem kaphatok egy kemény fickót, aki nekünk dolgozik? Szerezzen nekem egy diplomást Tulaneből, vagy a Kansas-i Állami Egyetemről, vagy Illinoisból. Olyan nehéz ez? Nem, uram. Ezt az embert azért ajánlották, mert ön mellett áll. Frank, ebben nekünk keményen kell állást foglalnunk. Mert mi rajtunk kívül senki sem fog gondoskodni a Mountain kormányzatról. Felejtsék el ezt az embert. És soha többé ne említsenek nekem harvardi diplomásokat, soha! Értette, Frank? Soha! Ismerőst láttál? Most látok. Emlékszel még, hogy kérted ezt? Igen. Ilyen szörnyű vagyok. Hát egy kicsit olyan az egész, mintha lennék is valakivel, meg nem is. Nem tudom elképzelni, hogy valaha is elfelejtselek. No, így már sokkal jobb. Igyunk a szép új világra. A te egészségedre szívesebben iszom. Isten hozott itthon. Érdekel egy kibic véleménye? Gondterheltebbnek látszol, mint a chicagói utad előtt.
Azért, mert Manktonnal fogsz dolgozni? Nem tudom. De ha Tesla kibírja, talán én is kibírom. Én nem ezt kérdeztem. Akármikor abba hagyhatod. Hát, éppen azt csinálom most is. Legalább jól esik? Nem. Igen ám. De ha maradsz, távol tarthatod Manktont a Primula jelentéstől. Előtted viszont semmit sem tudok eltitkolni. Az ügyvédek már a válás részletein dolgoznak. Linda nehézségeket támaszt, mint mindig. De most tényleg vége. És mi a helyzet Sally törvényével? Ó, Sally törvénye. Sally törvényét megszegjük. Egy csuromvizes vagy. Aha, nem először, de talán utoljára. El se fogod hinni, mi újság. Találkoztál Mantonnal? A jó öreg Roger bevez egyenest a fehér házba. Na, ehhez mit szólsz? Hát, na, nem fantasztikus? Hozzasztó boldog vagyok. Frank úgy érzi, segíthetek, és nem is tudja, milyen igaza van. Itt vagyok, ragyogok. Szerzek neked lakást, munkát, amit csak akarsz. Hozok egy törölközőt. Hozok egy törölközőt, megszárogatlak. Kösz. Megint biciklivel jöttél? Miért nem fogsz már egyszer egy taxit? Tudod, hol kellene laknunk? Hol? Georgetownban. Tudunk ott házat venni? Lesz annyi pénzünk? Nem kell, hogy nagy legyen, kicsi is elég, vagy ne is házat, egy lakást. Szerintem a legértelmesebb dolog, ha lesz egy külön lakásod. Ha? Kezdetnek persze. Én úgyis nyakig leszek a tennivalókban. Aztán elmegyünk közös lakást nézni. Megígérem. Csak időkérdése, de megcsináljuk. Rendben? Nem értem, miért kell várni. Én azt hittem, annyi jó hírt hozok, hogy végre nem fogsz szomorkodni. Te mindig csak... Ide figyelj! Ne rosd el a kedvemet. Oké, Jenny? Megkérhetlek. Ne haragudj, nem akartam. Elnök úr? Á, úgy nézel ki, akár egy főpincér. Manton elnök megérkezett, uram. Hát akkor be is vezetheted. Mr. Manton. Köszönöm. Elnök úr. Nem is tudom, örüljek-e, vagy bánkodjak, hogy elmegyek innen. Magának sem áll jobban ez a maskara, mint nekem. De jobb, ha megszokja. Igen. Elnök úr, engedje meg, hogy ebből... Látta az ablakokat? Zöldesek. Olyan furcsa lesz tőlük minden. Eláruljak valamit? Az üveg 5-6 hüvelyk vastag. Igen, uram. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy ebből az alkalommal... Mit akar, fiacskám? Beszédet fog mondani? Hagyja a pokolba, semmi értelme.
Adhatok egy jó tanácsot? Hogy ne. Tisztelje az embereket, csak akkor ők is tisztelik magát. Mától kezdve, ha 5 órát alszik egy húzamban, azt hiszi, majd nemzeti ünnep van, és senki sem köszöni meg magának. Az a sok ember odakint tényleg valami jót vár magától. Maga lesz az elnök. Meglátja, nehéz elveszíteni a bizalmukat, és hadd mondjak még valamit. Ha egyszer elveszti szavamra, soha többé nem szerzi vissza. Na menjünk, essünk túl ezen a szörnyűségen. Íróasztalt hozzanak! Minden ország számára a legszebb erőpróba, hogy kirívja a béke védelmezőjének szerepét. Mi nem álltunk helyzeten az erőpróbán, és iszonyú küzdelmeket. Rendben lesz, Mr. Gardiner. Az emberiség történetének hajlalmatban köszönöm. Próbálunk végigmenni a békéhez vezető meredek ösvényen, de valahányszor egy tisztásra értünk, éppen csak annyi időnk volt, hogy kifújhassuk magunkat. Ebben az évszázadban újólag szólítanak bennünket. Paula? Én vagyok. Válaszolnunk kell a kihívást. Talált ki, honnan hívlak. Együtt kell tehát nekivágnunk az ösvénynek, különben mindjárt lezuhanunk a szakadékba, menthetetlenül. Láttunk éhezést, átéltünk fájdalmakat, találkoztunk a szenvedéssel. Hát nem óriási beszéd? És minden szabát komolyan is gondolja. Na persze, 2 percen belül még azt is mondod majd, hogy ő maga ír. Már a példányokat is előkészítettem, hogy megkönnyítsem a dolgotokat. Csak az a kár, Bob, hogy nem maga van az ő helyén, ő meg a magáé. Micsoda? Hogy Manktól legyen a Fehérház sajtófőnöke? Viccel? Egy árva sztorit se kapnám soha. Nézzétek, én ismerem Dick Manktont legalább olyan régen, mint bárki ebben a városban, sőt sokkal régebben. És mindig is hittem benne, mert tudtam, jól tudtam, mi lesz egyszer belőle. Kivételes képesség lakik benne. Képesség arra, hogy nagyjá legyen. Hé, Bob! A maga beszédeit is Mankton írja? Ugyan, srácok, ez komoly. Dick Mankton új ember. Ő felnőtt a feladatához. Ha lehetőséget kap, megmutatja. De a legfontosabb dolog az, hogy ti mind megadjátok neki a lehetőséget. Csak ennyit kérek. Mi a véleményetek? Mert csak is ekkor válhat Amerika ígérete, Amerika valóságává. Joe? Miért ne? Egy ténnyel úgy sem tudok vitatkozni. Akármi történik is, Richard Mankton mostantól fogva az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Nézze, Bob! Adja Isten, hogy igaza legyen. Bocsánat. Pardon, kinek adjak először? Egyszerűen fantasztikus, nem hittem a személynek. Pardon. Kinézel az ablakon, és ott a víz. Hé! Köszönöm. Na, mit sikerült összehoznom? Köszönöm. Vigyázzon. És a lakás egyszerűen remek, gyönyörű. Hogy jutottál hozzá? Hó, Roger, teljesen egyedül fedett. Kis segítséggel a bérleti ügynökségtől. Oh.
Georgetown hasonlít a Village-re. Jenny otthon fogja érezni magát. Igen, és Washington sincs messze, majd bejárom. Ó, mindenki azt mondja. Miért? Úgyis maradhatnának a farmjukon, amikor már látták Washington. Ha már úgyis ilyen házias vagy ma este, Roger, nem segítenél egy kicsit a konyhában? Igazán megtisztelő. Na rajta, Patty. Tudtam, hogy úgy sem úszom meg. Azt is tudod, hogy én megpróbáltam Jennyt lebeszélni? Ez nem lep meg. Jó. Elveszítesz egy szobatársat. És te nyersz egy szeretőt, ugye? Legalább szereted. Persze, hogy szeretem. Nézd, Patty. Én a Fehérház munkatársai közé fogok tartozni. Az Isten szerelmére ez mégsem akármilyen állás. Ó, hát akkor örüljünk neki. Elveszed feleségül? Mióta vagy az édesmamája? A barátnője vagyok. Elveszett feleségül? Tudom, hogy a barátnője vagy. Rendben. És Jenny is szeret téged. Sőt, több, csodál téged. Nagyszerű embernek tart, és én is. Eszemben sincs elszakítani benneteket. Remélem, meglátogatsz minket Washingtonban. Remélem, mindenki eljön. Ki tudja, furcsa dolgok is történtek már. Talán rájössz, hogy nem is vagyok olyan gonosz fickó. Ki fognak ülni a remek műveid? Oké, Roger. Oké. Jó reggelt, Mr. Ferris. Kicsit elkéstünk ma reggel. Hm? Késtünk? Maga jött be utolsónak. Frank éretett. Mr. Ferris? Igen? Már kerestük magát. Ó, igen, csak ki kellett a... dolgom volt. Foglaljon helyet. Mr. Flaherty fogadja, amint lesz ideje. Köszönöm. Csak néhány perc. Köszönöm. Szevasz, mi volt? Semmi különös. Kell egy kis idő, amíg összeállnak a dolgok. Mondd, Frank nem haragszik? Rád? Nem hiszem, miért? Nekem nem beszélt róla. Na, én futok. Aha. Hank Ferris? Jimmy Bird vagyok. Jöjjön be, Frank már várja. Lojalitás, Hank. Igen? Ez az, amire most a leginkább szükségünk van. Az abszolút hűségre. Ettől mennek előre a dolgok. Én mindig hű voltam, Frank. Igen, tudom. Ez egy nagy piros pont alapján. Hát, igyekszem. Ezért választottuk magát. Fontos munkakör, Hank. Ez már a felső szint. Fent a magasban. A Fehérház hírközlésének igazgató helyettese lesz. Bob Baileynek dolgozik. Arra van szükség, hogy ott most rákapcsoljanak egy kicsit. És tudom, hogy maga alkalmas erre. Én rám számíthat, Frank. Ezt is teszem. Bailey eléggé lazán működik. Az újságírók kedvelik őt. Bob jó ember. De szüksége van magára. Bízik magában. És én is. Frank, én... Bob Baileynek dolgozik. Mindent megtesz, amire kéri. De... engem is tájékoztat, ugye? Igen. Személyesen. Tudni akarok mindenről, ami ott történik. Értem. Hűség, Hank. Hűség. Költözön át Bailey irodájába még ma. Szeretnék, ha azonnal elkezdeni. Gratulálok, Hank. Köszönöm, Jimmy. Roger Castle, Jimmy Bird vagyok. Üdvözlöm. Sajnálom, hogy megvárakoztat. Semmi baj. Jó reggelt, Frank. Örülök, hogy látom, Roger.
az Egyesült Államok Értékpapír és Deviza Központja. Ha csak a fele is igaz annak, amit Roger mondott magáról, rendkívüli teremtés lehet. Nézd csak rá, Eli! Hát túloztam akár egy kicsit is. Nem csoda, hogy 7 lakat alatt tartottad. Vanda, gyere át egy percre! Tudja, Roger nem is sejti, mekkora szerencséje van. Az én nevem áll az ajtón, de jobb, ha megismerkedik az igazi főnökkel. Jenny Jamison, Roger Castle, Vanda Elliot. Hello! Hello! Jenny nálunk fog dolgozni. Ó, igazán? Remélem, el tudom látni a feladatot. Ellátni? Tréfál! Egy héten belül maga fogja vezetni a részleget. Na végre, ezt nézd meg. Hát ma tényleg ünnepelünk. A cég különlegessége. Azért nincs párja, ez tényleg biztos. Tényleg gyönyörűek. Sose hittem volna, hogy ilyen szerencsém lesz, és magával dolgozhatok. Ne tréfáljon, Bob. Én vagyok a szerencsés. Mondja csak, ki ez a Jimmy Bird? Jimmy? Hát Moncton hozta be Flaherty-t és Flaherty Birdot. Értem, de mit csinál? Amit csak Flaherty kér tőle. Majd meglátja. Bárhova megy, és Flaherty Jimmy ott jár a nyomában. Egyszer valaki látta Franket egyedül a kocsijában, és rájöttek, hogy biztos olyan gyorsan fékezett, hogy Jimmy Bird egyszerűen belecsúszott egyenest a kipufogójába. Vigyázó, Hank! Ha Bob egyszer belekezd a történeteibe, semmi sem lesz a munka. Én hallani szeretném az összeset. Félek, hogy így is lesz. Ugye maga szörnyű régóta dolgozik már az elnök mellett? Ó, igen. Sőt, ha Bob nem volna... A June bármit is úgy kezd, hogy ha Bob nem volna, jobb vigyáz. Ez így igaz. Bob régebben dolgozik Monctonnak, mint bárki. Még régebben, mint Dorothy Kemp. És mindig ő volt az, aki igazán hitt benne. Bob tudta, hogy egy szép napon... Tényleg? Igen. Pedig voltak nehéz napok is. Az utolsó szenátusi választásokon, mikor azt hittük, mindennek vége. Először olyan kevés szavazatunk volt, hogy még a saját embereink is abba akarták hagyni. De Bob akkor is tudta, hogy sikerülni fog. Ez fontos része lesz a munkánknak, Hank. Nem engedhetjük, hogy a sajtó cserben hagyja az elnököt. Mert valójában Monctonról alkotott kép sajnos problematikus. Ez régen is így volt. Sokat javult a helyzet az utóbbi időben, de nem eléggé. Értem. Nekünk kell tehát majd gondoskodnunk erről. Rá kell majd vezetnünk a sajtót, finoman, észrevétlenül segítenünk kell, hogy meglássák a valódi embert. Ne csak a kék öltönyt. Értem. És a fiúk a sajtótól, szóval igazán remek fickók, és egyenesen beszélünk velük, ők ezt méltányolni fogják. Majd megismerjük őket, biztos, hogy jól kijönnek egymással. Remélem, hogy... Így lesz biztosan. Van itt egy másik probléma is. És ez sokkal kényesebb. Micsoda? Hát Dick Moncton elég magának való ember. Sok szempontból, egyébként mindig az volt, például olykor hajlamos arra, hogy visszahúzódjon, elvonuljon, elrejtse a legnagyobb értékeit. És ezt nem engedhetjük. Ezt nem. Nem lesz még egy elnök, aki ilyen keményen dolgozna. Ismerem Dicket, képes beleveszni a munkájába, épp ezért, érti, nem hagyhatjuk, hogy a Frank Flaherty-k és a Tucker Telfordok elvágják a nyilvánosságtól. Hogy elszigeteljék odafönt az elnöki irodában. Igaz. Ezért is örülök annak, hogy velem fog dolgozni. Mert tudom, hogy ezt megérti. Erre mérget vehet, Bob. Tudják mit, hölgyeim? Ez a két fickó itt az asztaluknál még aranycsapatot fog összehozni. Igazán megszeretett téged, és érezni, hogy hisz is benned. Aha. Biztosan jól megfértek majd egymással. És minden jóra fordulhat. Ugye? Lehet, hogy ez az utolsó alkalom. Nem. Könnyen lehet. Nekem soha nem sikerültek a dolgok. Csak nyüzsgök. Kuporgatok. És mindig minden balul üt ki. Mint abban a floridai ingatlan ügyben, pedig ott megszedhettem volna. De az nem a te hibád volt. Egyszerűen nem volt szerencséd. Igen. De mindezek a dolgok, még ha mindet egybeveszem is, a közelébe sem érnek annak, ami most előttünk van.
Most biztosan minden sikerülni fog. Most biztosan. Én igyekeztem, Keti, ezelőtt is, tudod? Én tudom a legjobban. És itt az esély. Most itt van. Ha csak egy néhány évig ott maradhatok, kapcsolatokat teremthetnénk, és akkor... Nem szabad így beszélned. Bob Bailey szerint már is nagy menő vagy. Neked most minden sikerülni fog. Hank. Gondolod? Egész biztos. Nem tudom. De remélem. Nagyon remélem. Nem lehet kétségünk afelől, mi történik Délkelet-Ázsiában. 6 ellenséges zóna okoz komoly gondot nekünk. Egy itt, a Vietnam-Laos-Kambodzsai 3-as határövezetében, és 5 az MR2 körzettel szemközti területen a Mocsárvidéken. Valamint nyilvánvaló, hogy nagy létszámú ellenséges osztagok mozognak az Andli ösvényen. Nos, mit teszünk az ügyben? Már növeltük a bevetések számát, uram. Napi 1000 berepülés B-52-esekkel. De csak a határon belül, elnök úr. Az Andli ösvény, mint itt láthatja, több száz mérföldön át a túloldalon húzódik. Egy semleges ország területén. Úgy van. De az ellenséges csapatok a felszerelés 80%-át szállítják át a határnak erre az oldalára. Vagyis a kezünk meg van kötve. Mostanáig legalábbis. Elnök úr, ha a jelenlegi helyzet továbbra sem változik, a fegyvernemi vezérkari főnökök szerint súlyos kockázatnak tesszük ki erőinket. Elnök úr, elengedhetetlen, hogy azonnali lépéseket tegyünk az ellenséges utánpótlás megakadályozására. Ha megengedjük, hogy büntetlenül fenyegessenek bennünket, veszteségeink döbbenetes méreteket ölthetnek. Tűrhetetlen méreteket, uram. Mostanáig természetesen tiszteletben tartottuk az ország semlegességét, de a jelen szituáció megköveteli, hogy álláspontunkat felülvizsgáljuk. Feltételezem, hogy vannak javaslatai, tábornok. Igen, uram. Úgy ítéljük meg, hogy embereink biztonságáért csak is abban az esetben tudunk felelősséget vállalni, ha az Anli ösvény minden szakaszán elhárító akciókat indítunk. A határ mindkét oldalán? Igen, uram. Egyetért ezzel, Karl? Egyetértek, elnök úr. Persze, ha a gépeinket átküldjük a határon túlra egy semleges ország területére, tisztában kell lennünk azzal, hogy kényes helyzetet teremtünk hadi és diplomáciai szempontból. Rendkívüli biztonsági intézkedésekre lesz szükség, nehogy kompromitáljuk magunkat. Úgy látom, más választásunk nincs. Amerikaiak élete forog kockán, és mint elnöknek kötelességem megvédeni őket. A deeszkaláció, a bevetések számának csökkentése, a hadi tevékenységünk mérséklése egyik sem bizonyult elég hatásosnak ahhoz, hogy komoly tárgyalásokat kezdhessünk. Hát, most talán sikerül. Ha másképp nem megy, bombákkal teremtjük meg a békét. Hadd hangsúlyozom ismét, elnök úr, hogy rendkívül kényes helyzetbe kerülhetünk. Fölösleges emlékeztetnem önöket, hogy ebben az országban rengeteg olyan ember van, aki nem hajlandó megérteni, mit teszünk és miért. Mr. Flaherty. Tessék. Az elnök úr éppen tárgyal dr. Tesslerrel és a vezérkarral. Sajnálom, de most nem mehet be. Gondolom, az önbevonásával kellett volna eljárnunk, de éppen nem találtuk bent. Dr. Tessler azt mondta, sürgős. 3 percen belül már itt is voltak, és... Dorothy. Tessék. Jöjjön velem egy percre. Miről van szó, Mr. Flaherty? Nem szabad elhagynom a helyemet. Ne aggódjék, Dorothy. Jöjjön be ide, kérem. Ide fogjuk áthelyezni magát egy időre.
Engem már kineveztek. Visszavonom a kinevezését. Ez lesz itt a maga irodája. Jimmy Birdöt helyezem oda, ahol eddig maga volt. Kérem, az nem lehet. Az elnöknek szüksége van rám. Ezek az ügyek most az én hatáskörömbe tartoznak. Én ezt tudom, Mr. Flaherty, de... Ennek így kell lennie. És ne forduljon hozzá. Az elnöknek ennél fontosabb gondjai is vannak. Mrs. Whelan? Hello, Linda. Mrs. Martin vagyok. Emlékszik? Még mindig a férje. Igen, tudom. Ennek úgyis be kellett következnie, nem? Nem tudom. Remélem nem engem vádol a történtekért, vagyis... Bill és én, köztünk nem történt semmi komoly addig, egész addig, amíg... Úgy érti, nem feküdt le vele, mielőtt mi ketten külön váltunk. Hát ez tényleg nagyon figyelmes. Úgy értettem, hogy szeretem, és akarom őt. Nos hát, úgy tűnik, meg is kapta. Csak nem akartam, hogy azt higgye, elloptam a férjét, Mrs. Martin. Nem. Nem kellett ellopni. Csak 2 évig voltunk házasok, az nem olyan hosszú idő. Bill biztosan örül most, hogy megtartotta az állását. Nem hittem volna, hogy Moncton alkalmazza. Ó, igen. Ő is meglepődött. Tudja, még meg sem ismerhettük egymást. Szólnak érrem Mr. Flaherty-nek. Épp jókor. Pontosan 5 percünk van, csak takarékosan az idővel. Kidolgoztuk, Frank. Bobby és én egész éjjel fenn voltunk. Térjünk a tárgya, a fecsegése nem érdekel. Az elnöknek zsúfolt a programja. Rövidek leszünk, Frank. Kérem, jöjjön pontosan. Itt Jim. Másodperccel sem később. Helyes. Frank, még hányszor kell elmondanom magának, hogy letisztázva kérem ezt az anyagot? Nézze meg, mit adtak ide. Nincs időm végig bogarászni az egészet. Legközelebb gondom lesz rá. Áha, Bob, hogy vagy mindig? Hát, néha lélegzethez jutok, elnök úr. Akkor jobb dolgod van, mint nekem. Azt hittem, a szenátusban sok a munka. De egy szenátor elmehet vacsorázni, sőt moziba, meg meccsekre. Ha? Tényleg, te melyik is volt az a kis étterem a parton, hová eljártunk csodás rákokkal? Néhány napja voltunk ott. Na hát. Nélkülem, szemét dolog. Nagy biztonság, Bob. Legalább 4 évig nem fogok ott vacsorázni. 8-ig. 8 évig. Hát talán ételhordóban. Nem is olyan rossz ötlet. Bob, kidolgozott valami javaslatot? Igen, megpróbáltunk kidolgozni, elnök úr, egy a sajtóval kapcsolatos tervet. Szeretnénk helyes képet adni nekik az elnökről, aki nem a tömegektől elzárt ember, hanem olyan, aki ismeri és osztja a gondjaikat. Voltak ugye problémáink a múltban, de én úgy érzem, most alkalmunk nyílik rá, hogy egyszer és mindenkorra megoldjuk a helyzetet. Szóval arra gondoltunk, úgy kell bemutatnunk kormányzatunkat, mint nyitott kormányzatot. Hogy értsem ezt? Hogy közel kerülhessenek önhöz? Közvetlen személyes kapcsolat. Elképzeltem például, hogy mondjuk megrendezhetnénk havonta egyszer egy sajtókonferenciát.
ahol láthatják önt, beszélhetnek önnel. A barátunk lenne a sajtó. Barátunk? Mi a fene történt veled, Bob? Mikor volt nekem a sajtó barátom? Igen. Soha. Nos, én most más a helyzet, uram. Egy új elnök olyan, mint egy menyasszony, a kezdés szépsége. És ha látják, hogy nem nestelünk rá... Hát ide figyelj! Voltak idők, ezt te tudod a legjobban. Amikor egyetlen rohadt újságot se vihettem haza, nyugodt lélekkel. Amiket összeírtak rólam, a karikatúrák. Tudom, uram. És épp ezért. Ez most végtelenül fontos. Meg kell változtatnunk mindent. Új hangot diktálunk. Hogyne. Hogyne, változtathatunk. Na és ők változtatnak, ők is? Beszéltem egy csomó riporterrel, akár megesküszöm. Csak az alkalmat várják. Persze, a lehetőséget, hogy leégessenek. De megmutatjuk, hogy nincsenek titkaink. Hogy nem takargatunk semmit. Hogy ez a kormányzat tényleg olyan, mint ahogy mondjuk. Akkor szembe kell néznünk a valósággal. Hát... Az önkormányzata, elnök úr, olyasmi, amire mindnyájan büszkék leszünk. És ezt nekik is meg kell mutatnunk. És szerinted úgy kezdjem, hogy havonta találkozom velük? Ha ezt én most bejelenthetném, az már fél siker. Maga mit gondol, Henk? Ó, hát én szerintem érdemes megpróbálni. Minden esetre, ha ön ellen akarják fordítani, akkor... Helyes, ennyit lehet, többet nem. Akkor be is jelenthetem. Megpróbáljuk egyszer. Egyetlen egyszer. Meglátjuk, mi lesz. Szóljon át Teslennek, mondja, hogy indulok hozzá. Óriási volt, Bob, egyszerűen óriási. Nem. Megközelítés kérdés. Van is magának valami? Várjon ide előbb. Úgy van. Hát viszont. Akkor találkozunk az irodában. Mást is nekem, Börde? Egy pár üzenet. Na, hogy sikerült, Frank? Jó volt, Bob. Nagyon jó volt. Akkor viszlát. Érdekli a valódi véleményem? Nem biztos, hogy Bob Bailey elég lesz ehhez a feladathoz. Nem. Milyen vele dolgozni? Jó. Úgy értem, surlódásmentes. Szeretném, ha rajta tartaná a szemét. Helyes? Azt teszem. Tudni akarom, mit kotyvaszt. Értem. Azt is, hogy mikor kikkel beszél. Készítsen nekem feljegyzéseket. Minden napról. Meg tudja csinálni? Persze. Hogy ne tudnám. Minden további nélkül. Százezer tonna lőszer. Az összes könnyű vadászgép. Át a határon. Szétmarcangolják az Anliosvint, mindkét oldalon. A mi forrásunktól tudja? Igen. Azt is közlik, hogy a taktikai bombázó repülések száma minden jel szerint növekedőben van. Ezen kívül most kezdünk feldolgozni néhány egyéb információt. Úgy tűnik, hogy a Pentagon valami különleges kettős könyverést készít elő, kettős beszámolási rendszert. Vagyis a Pentagon azt bizonygatja, hogy nem csinálják, miközben csinálják? Rosszabb. Tudnélik, fedezőrepülések történnek az Anli ösvény innenső oldalán, valahányszor átlépik a határt. Rendben van, köszönöm. Ennek nem szabad terjednie, ugye? Nem, uram. Ez hihetetlen. Miért titkolták előlünk? Nem tudom. A légierő nem privát háborút folytat a kongresszus, nem engedélyezi semleges ország bombázását, akkor kiadott parancsot. Csak egyetlen lehetőség van. Én is épp ettől félek. Maga mit gondol, Henk? Az elnök irodában ezt mondják nekem. Maga mit gondol, Henk? Most mit szólsz ehhez? Amerika elnöke ezt mondja nekem, és tudja a nevemet. Oh, olyan csodálatos az egész. Néha el sem merem hinni, hogy igaz. Pedig igaz, drágám, ez minden estül igaz. És mit feleltél neki? Megmondtam, mit gondolok az új sajtópolitikáról. És erre ő? Helyes.
Csak úgy álltál ott és beszélgettek? Persze, én meg Bob, meg Frank. Ó, én olyan ideges lettem volna. Hát pedig rövidesen neked is találkoznod kell vele, úgyhogy csak mosolyogj és ne mondj sem. Én akkor se tudnék, ha muszáj volna. És mikor kijöttünk, Frank beszélni akart velem négy szem közt. Most már tényleg számít rám, és tényleg úgy tűnik, hogy megindulhatok fölfelé. Bobbal együtt? Hát szóval nézd, tudod, Bobbal az a legfőbb baj, hogy túl látszívű a sajtóval. Ismer ott mindenki. Mindenki a barátja, és így nem is lehet, hisz érted, nem lehet pártatlan. Folyton kifogásokat talál számukra. Nem volt ő azelőtt riporter? De, és éppen ez az. Ő aztán tudja, hogy a sajtó mindig gondot okozott az elnöknek. Még most is folyton belekapnak, de úgy tesz, mintha nem fogta volna föl. Beszéltél vele erről? Én? Hogyne? Hát csak tudod, néha még én sem értem, hogyan gondolkodik. Végsősorban Richard Mankton mégis az Egyesült Államok elnöke. Neki nem kell hízelegnie senkinek, főleg nem egy csomó szedett-vedett újságírónak. Ő az első számú ember, amit ő akar, az én véleményem szerint meg is kell kapnia. Bocsánat, ez a te oldalad. És különben is. Tudja a nevedet. Igen. Tudja. A hírt még nem erősítették meg, és a pilóták nem hajlandók nyilatkozni. De egyre több bizonyíték mutat rá, hogy a dél-kelet-ázsiai konfliktus történetében először a stratégiai légierő egy semleges ország területén lévő ellenséges zónákra is kiterjesztette a háborút. Az Alnyi-ösvény határon kívül húzódó szakaszán... Hívja Talfordot! Már hivattam! Hazassa ide! ...és emberutánpótlást összpontosítottak. A stratégiai légierő parancsnoksága. Most kaptam meg az üzenetet. Azt hiszem, már várják. Maga látta ezt? Nem, uram. Az igazságügyben voltam, amikor hallottam... Most az egyszer nem viszik el szárazon. Én mondom magának. Én még mindig nem tudom pontosan, miről van szó, Frank. Hát akkor ne ácsorogjon itt, Frank. Mondja el neki. Peter Kelly a 7 órás hírekben kihozta az Only bombázás sztoriát. Szentég, ez Béli nem igaz. Most közli a sajtóval, hogy később nyilatkozunk, és Tesla dolgozik a helyzet magyarázatban. Honnan tudta, meg kitájékoztatta? Azt mi sem tudjuk. És a tévé nem egyeztette velünk, hát bolondok ezek? Ide figyeljen, ezt most keményen kell elintézni. Megértette? Igen, uram. Mi megpróbáljuk vezetni ezt az országot. Igyekszünk azt tenni, amit tennünk kell, és ők nem hajlandók megérteni, semmit nem értenek meg. Én azt hittem, Billy dolga, hogy féken tartsa ezeket a fickókat. Kedves riporterek, mit gondol, merték volna ezt Andersonnal vagy Currie-vel? Fenét, azokkal soha, mert itt csak Richard Manktonnal szabad szórakozni. Hát ezt megkaptam. Én mondom maguknak, ezt most megkaptam. Kemény kész, Tucker. Igen, maga azt mondta, hűtlenség, én azt mondom, árulás. Peter Kelly. Kapja el. Mr. Bess? Ez Mr. Saraceni. Szíveskedjenek velem jönni. Örülök, hogy látom, Mr. Talford. Köszönöm, hogy eljött, Harry. A munkatársam, Bert Saraceni. Üdvözlöm. Lawrence Ellison. Uraim, talán nem kell külön hangsúlyoznom, milyen fontos ez a megbízatás. Sem azt, hogy abszolút titoktartást kérünk. Értjük, uram. Volna itt egy tévétudósító. A neve Peter Kelly. Ismerem a fickót. Most mindent tudni akarunk róla. Volt-e valami balhéja? Bármilyen. Hova jár inni? Ki a barátnője? Milyen szervezethez tartozik? A szokásos. Nem probléma. A születésétől fogva. Rendben. Még nem tudjuk, hogyan folyósítjuk a fizetésüket, de van valamennyi a választási pénzből még felhasználatlanul. Vagy egyszerűen felvesszük önöket a fehérház listájára, mint konzultánsokat. Ami önöknek jó, nekünk is jó. Köszönöm. Mennyi időbe telhet? Kaphatok egy hetet? Nagyszerű.
Ha ezzel a fickóval végeztünk, lesz itt egy pár szenátor. Néhány színész és helybéli politikus, akikkel szeretnénk tisztában lenni. Jó, mi szeretünk dolgozni. Sose féljenek. Épp elég ellenségünk van. Lesz elég elfoglaltságok a következő 4 évben. Sőt, a következő 8-ban. Ez jól hangzik. Majd beszélünk. Reggelre kérte az embereket, Frank. Mindenkit 4-8-ra hívtam be. Helyes. A biztonságiak azt mondják, azok a srácok megint kint voltak egész éjjel. A rendőrség tehetetlen. Remélem, lefagyott a farkuk. Ezt már látta? Joe Wisnowski cikket írt a déli stratégiánkról. Nem. Szerinte úgy akarjuk megvásárolni a támogatásukat, hogy egy déli konzervatívnak adjuk azt az állást a legfelsőbb bíróságon. Ez igaz? De ez honnan szedte? Valaki elköpte neki. Wisnowski. Persze Bailey egyik barátja. Tartsa ott Ferrisszel együtt az értekezlet után. Igenis. Szóljon Talfornak és Ellisonnak, hogy erre az ügyre is terelje át azt a két új fiút. Maguk közül néhányan nem tudják, mi a pontosság. Ha én azt mondom, szerdán 3-kor, az nem 3 óra 2 perc, és nem 3 óra 1 perc. Ez magára vonatkozik, Ferris. És magára is, Gossics. Ennek véget kell vetni. Nos, többen kérnek kihallgatást az elnöktől. Mindegyikük elsőbséget élvez. Ami nem jelenti, hogy be is jutnak. Az elsőbséget annak alapján kell mérlegelni, hogy a látogatás mire szolgál. Mindegyikük döntse el ezt, mielőtt az orrom alá tolják. Legyenek kemények, ne vesztegessék az időmet. Minden elnöki megbeszéléshez írásos napirendet kérek. Vagyis senki nem léphet az elnöki irodába, ha nem írja le egy papírra, hogy miről kívánod beszélni. Kivétel nincs. Ha bárki megpróbálja ezt kijátszani, utasítsák el. Azonnal a helyszínen. Folytassák a munkát. Maradjanak egy percre. Túl sokat beszél Bailey. Ezt hogy érti, Frank? Mit gondol, hogy értem? Igazán nem túl nehéz felfogni, vagy igen? Beszélgetett a haverjával, Joe Wisnowskival, ugye? Nem többet, mint akármelyik más riporterrel. Tényleg? Kivéve, hogy Wisnowski egy kis csemegét is kapott, nem igaz? Mondjuk a déli stratégia környékéről, amit ma le is adott. Azt nem tőlem kapott. Nem ő találta ki, az hol biztos? Maga szokott vele társalogni. Ezt nem én szivárogtattam ki. Ez az ügy nem tetszik nekem. Wisnowskinak valaki leadta a drótot, és jobb, ha tőlem tudja, én rájövök ki az, és ha rájövök, a régi szép idők egy lyukas garas se fognak érni. Frank, ha tényleg azt hiszi, hogy én szivárogtattam ki, kérje inkább azonnal a lemondásomat. Most rögtön. Jól van. Akkor most még egyszer megismétlem. Sokkal erősebb ellenőrzést kellene gyakorolnia az irodájában. És ha ezt képtelen megoldani, én ismerek olyanokat, akik képesek. Köszönöm.
Hát nem mondom. Az igazi Frank Flaherty. Aha, láttam már keménynek, de ennyire még soha. Nekem is oda mondogatott már egy párszor. Talán közbe kellett volna szólnom. Én tudom, hogy nem maga a hibás, de mit tettem? Semmi baj, Henk. Nagyon mellé fogott, ez nem vitás. Határozottan mellé fogott. Az Egyesült Államok Értékpapír és Deviza Központja. Kérem, tegye le azt az aktát, egy férfi meg akarja öncsókolni. Hát te hogy kerülsz ide? Micsoda ízek. Gyakrabban is kóstolhatnád. De egyszer éjjel-nappal ruhangálnom kell. Te is tudod. Gondolod, hogy nem jönnék, ha lenne időm? De már 4 napja. Tudom. A ma este is ugrott. Nem. De nekem terveim voltak. Sajnálom. Na, de mit csináljak? Az elnök odafönt van Maine-ben, utána kell repülnem. Jó. Mennyi ideig maradsz? Csak egy pár napig. És ígérem, hogy miután visszajövök, sokkal többet leszünk együtt. Elmegyünk valahová hétvégére. Jó lesz? Majd meglátjuk. Nem mondanád, hogy oké? Oké. Esetleg mosolyoghatnál? Nem az én hibám. Tudom, hogy nem. De olyan magányos vagyok. Te is hiányzol nekem. Tudod, hogy mindig veled szeretnék lenni. Na látod. Ha netán zavarja magát ez az úr, szóljon és kidobatom. Szevasz, hogy megvagyok. Jenny már kezd rázba szedni minket. Csak ő tudja, mit hová tettünk. Rengeteg papír megy át ezen az irodán. Ne is mondd nekem, a postámra sem marad időm. Akkor ne állítsd le a futószalagot, mert nem indul be újra. Legalább egy kávét igyunk meg együtt. Nem lehet. Jó volna. De a helikopter már vár rám. Neked jó barátod, nem? Micsoda? Roger Castle. Igen. Miért? Hát, nem tartozik rám, de... Jenny olyan kedves lány. Nem gondolod? És amit ez az alak művel, az gyalázat. Hogyhogy? Folyton a nők után szaladgál, közben Jenny azt hiszi, örökké dolgozik. Tudod, hogy mit mesélt? A múlt héten csak egyszer találkoztak. Óriási, mi? Talán örülne, ha elvinném szórakozni. Úgy láttam, Roger nagyon sietett. Az elnök felhívott a Maine-be. Úgy? Hát, ha úgyis távol lesz néhány napig, talán segíthetné rajtam. Hogyan? Tudod, van egy barátom, képviselő, és... Néhány munkatársa ma érkezik ide. Én még sose láttam őket, de állítólag aranypofák. Ma elmegyünk vacsorázni. Szükség volna valakire, hogy meglegyen a négyes. Eljönnél? Remek lenne. Nagyon sajnálom, Banda, nem lehet. Rossz lenne a lelki ismeretem. De miért? Mit akarsz csinálni? Ülsz otthon és várod Rogert? Azon kívül a fickok szórják a pénzüket. Nem, Istenien fogjuk érezni magunkat. Nem lehet, Vanda. Még ha akarnám, akkor sem. Roger esetleg telefonál is. Hát nem mondod, hogy velem voltál. Nem értem, mi a probléma. Nem erről van szó. Ide figyelj! Neked is jár egy kis szórakozás az életben. Ne bolondozz! Ne mondj semmit, csak egy igen. Vanda, értsd meg! Igen? Csodálatos! Pontban 8-kor érted jövünk. Vegyél fel valami szexiset! Frank elmondta, mennyit segített nekünk a Gili ügyben a kampány alatt, Roger. Jó munka volt. Kitűnő munka. Köszönöm, uram. Nos, van itt néhány dolog, amiről beszélni akartunk magával. Szívesen megteszek bármit. Tudjuk. És jól fogja csinálni. Mi nagyon megbízunk magában. Erre büszke is vagyok. Malom a központnak. Hajó a centrum felé halad. Látótérben van. Hajó plusz 2. Mindenki gondoskodott az övéiről. Bill Curry, Esker Anderson, mindenki. Én is megkaptam a magamét, amikor még nem voltam hivatalban. És olyan piszkosan játszottak, ahogy csak lehet. Igen? Aha. Még a telefonomat is lehallgatták. Erről nem tudtam, uram. Mondhatom, nagyon meglep. Így volt. Elmer Morse az FBI-tól elmondta nekem az egészet. Nagyon szerettek volna elkapni. Most viszont mi szeretnénk visszaadni nekik a kölcsönt?
Frank szerint maga az, akire szükségünk van. Szeretnénk, ha kitalálná, hogy kivel és hogyan. Na, mi a véleménye? Nagyon izgalmas feladatnak tartom. Hát tudják, remélem a képviselőnk jót vacsorázott ma este, mert én bizony az ő nevét írom alá ezen a számlácskán. Mindegy, mert a végén úgyis te fizetsz érte. Hát az bizony lehet. De ezzel a két gyönyörű hölgyel együtt tölteni egy estét egészen biztosan megy. Mondj csak, Szívi, hol vannak a legjobb lokálok a városban? Egy kicsit késő van már, azt hiszem haza kellene mennem. Ugyan, Jenny? Eljöhetnél legalább egy klubba? Én tényleg nem. Nem, ha a kis hölgy azt mondja, hogy fáradt, akkor fáradt. Maguk csak menjenek, és én majd hazaviszem. Ó, nem rontom el az esélyt. Dehogy, majd később utolérem őket. Helyes, Szívi, akkor menjünk, tűkönyök. Te meg vigyázz a jó hét, Jenny, hol jó érkezik. Gyerünk, futás. Tényleg, Mr. Avery, én szívesen hazamegyek taxival. Madam, azt akarom, hogy tudja, a ma estét egy gentlemannel töltötte. És azt is, hogy én személyes sértésnek fogom venni, ha nem engedélyezi, hogy elkísérjem egészen a háza kapujáig. Ugyan-ugyan, Szívi. Mr. Avery, nagyon nem akarsz egy jót szórakozni? Nem volt olcsó mulatság, tudod? Kérem. Nézd, Szívi, én nagyon kedves leszek hozzá, nagyon gyöngéd. Hagyja abba! Ez az én formám. És most mit csináljak? Álljak hideg zuhany alá? Rosszul vagy? Pet! Ilyetek 89-es járatban. Na, ugye összejött. Ó, Betty, még senkinek sem örültem így az életben. Tényleg akkor az űrben vagy? Meddig maradhatsz? Hétfőn vissza kell mennem dolgozni, mint a többi rabszolgának. Roger hol van? Dolgozik, mint mindig. Felszokott. Amikor épp van rád ideje. És te mit csinálsz már, mintha nem érsz éjszakai életet, mint a múltkor? Semmi. Szeretem Rogert, senki más nem érdekel. Ez aztán izgalmas lehet. Roger mindig azt mondja, hogy rendeződni fognak a dolgok. Azt már mondta, amikor házasodtok össze? Nem, a napot még nem tudom. Vagyis ő nem tudja. Te akár holnap hozzá mennél. Pedig épp elég férfi van a világon. Legfrissebb híreim szerint Washingtonban is szaladgál egy-két. A régi jó boszorkás. Mi újság New Yorkban? Ugyanolyan romlott és gyönyörű, mint eddig. Ide figyelj, ha már eltotyogtam idáig ezzel a rémes vonattal. Az a legkevesebb, hogy körbeviszel a vállát. Jó, jó. Nagyon jó, Hank. Ez tényleg jó. Gondoltam, hogy ilyesmit akart. Pontosan ezt. Nyitott kormányzat, tájékoztatási szabadság, találkozás a sajtóval, kötetlen interjúk az elnök családjával, nagyszerű munka. A másik oldalon... Itt vannak a kikötések. Ha az elnök valahol nem akar személyesen megjelenni, kiküldheti maga helyett a kabinet egyik tagját. Remek. Igen, most már csak az van hátra, hogy átjussunk az első akadályon. Frankre gondol? Igen. Az biztos, hogy egyiknek el tudom adni, vagyis az elnöknek. Ez tényleg pont az, ami kell. Hát akkor nézzük, fennmarad-e a vizen. Megpróbálhatjuk. Szólna kérem Mr. Flahertynek, hogy Bob Bailey és Hank Ferris elindult hozzá? Fáradjon be, Mr. Bird. Mondja, mit akart maga elérni ezzel? Ez az a terv, amiről beszéltünk. Hogyan javíthatnánk az elnök kapcsolatát a sajtóval? Azt akarjuk, hogy a sajtó helyes képet kapjon róla, és így az elnök politikája ez is... Ez egy szemét.
Én úgy gondolom, úgy gondolja? Hogy... Nem érdekel, hogy mit gondol. Egyetlen működőképes ötletesen volt, amióta szerződtettük. Nem érdemes magára időt pazarolni. Ha ellenvetései vannak az indítvány részleteivel kapcsolatban, szívesen meghallgatom őket, de a sértéseit nem vagyok köteles lenyelni. Maga egyszerűen be akar nyalni egy csomó tetves riporternek. Itt mi vagyunk a hatalom, és nem ők. Ezt sosem vette be az a kemény koponyája, igaz? Nos, most már túl késő. Maga el van bocsátva. Frank, átdolgozhatunk bizonyos pontokat. Elég lesz néhány óra. 30 percen belül tűnjön el innen. Jimmy, értesítse a biztonsági szolgálatot. Bailey Fehérházi belépője érvényét vesztette. Értettem, Frank. Nem maga vett föl Flaherty. Nem is bocsáthat el? Richard Monktonnak dolgozom. Már nem! Ki van rúgva? És ne is próbálja felhívni. Itt minden hívás rajtam megy keresztül. Meg fogok szabadulni magától, akár egy üszkös végtagtól. Maga veszi át a munkát, Hank. Átveszem. Megkapja Bailey rangját és fizetését. Feljebb költözik egy kicsit. Gratulálok, Hank. Én csak azt tudja, mit várunk, Hank. Semmi ehhez hasonló ócskaságot. Nem. És verje ki a fejéből ezt a nyitott elnökséget. Azt kapják, amit adunk nekik, és ezzel kész. Hogyne, igen. Beleadok apait, anyait. Lehet, hogy még az is kevés lesz. Bob, mi a baj? Semmi, csak kirúgtak. Uramisten. Flaherty? Flaherty. Ott sok ügy. Ennyi év után, több mint 20 éve vagyok Dickkel, régebben, mint a feleségemmel, és most egyszer kifelé, ilyen egyszerűen. Dickkel nem is beszélhetek. Flaherty teljesen elvágja mindenkitől. Igen, tudom. Nézze, Bob, én beszélek a családjával. Ha az elnök megtudja, azonnal tenni fog valamit. Köszönöm ezt, kedves, de nem is tudom. Hadd gondolkozzam rajta. Ahogy a dolgok most állnak, könnyen lehet, hogy nem is illenék a képbe. Majd eljövök, és akárhogy is lesz. Köszönöm. Úristen, hát mi történik itt? Mr. Bess. És Mr. Szere. Szere? Szeraszéni. Mr. Tarfordhoz és Mr. Ellisonhoz. Oda találnak? Beújt szemmel is. Peter Kelly egy egész sereg baloldali szervezettel állt kapcsolatban, de még a 40-es években, amikor mindenki tartozott valahová. Minden esetre elhoztam a listát. Ezen kívül semmi? Biztos? Ne. Tetőtől talpig ellenőrizt. Nos, hogyha ez minden. Lehet, hogy egy-két saját ecsetvonást kell hozzáadnunk. Találtunk néhány fényképet, ahogy épp kijön egy bárból. Na látja, ez jó.
Építsék bele egy sztoriba, és adják le egy lapnak, oké? Bármikor. Azért csak legyünk óvatosak. Ne adjunk a kelleténél több vérfoltot a szőnyegen. Nem lesz probléma. Azt mondták, nézek utána a Wisnowski ügynek is. Hogy honnan szedte, amit tudott. Bob Billétől, mi? Hát, végül is nem ez derült ki. Van néhány pasas az igazságügyben. A neveket oda is adom. Otthon hívogatják Wisnowskit. Inkább ők lehetnek. Uh-huh. Jó. Innen már én intézem a dolgot. Rendben? Van még valami? Az a kaliforniai kongresszusi képviselő, akinek balesete volt. Holnap oda repülök, beszélek néhány tanúval, meg pár ismerős zsarúval. Lehet, hogy kijön egy cserbenhagyásos gázolás, vagy ittas vezetés, valami biztosan. Na ez jó. Ez még nagyon jól jöhet. Azért kár, hogy nem Béli volt. Olyan szép tiszta lett volna. Na de... Szelavi? Én arra gondoltam, nézzék, túl régi bútor vagyok, hogy az ő játékukat játszam. Legalábbis ahhoz elégesen van, hogy tudjam, hogy mi megy és mi nem megy. Az olyanok, mint Flaherty, meg Talford, meg Ellison, hiába. Nekem túl durván játszanak. De hát az elnöknek szüksége van magára. Nem állhat csak úgy odébb. Nem, én nem is állok odébb. Dick Monckton nekem régi barátom. És én ezt a barátságot meg akarom tartani, mert sokkal fontosabb nekem, mint bármilyen munka. Ezt meg tudom érteni, de nem kellene tudatni őt a történtekről. Persze, menjen el hozzá és mondja meg. Franki szűrje a hívásait. Igen, de maga a legrégibb barátja, csak tud vele találkozni valahogy. Nem tudok. Ugyan már, Bob. Biztosan van arra mód. Nincs. De hát miért? Hogy van ez? Senki nem beszélhet Monctonnal Flaherty-n kívül. Hogy értesül a dolgokról? Honnan tudja, ki mit gondol vagy érez? Egy valamit szeretnék elkerülni. Hogy kellemetlen helyzetbe hozzam Dicket. Elég felelősség nehezedik most a vállára. Nem szabad apró cseprű ügyekre vesztegetni. Apró cseprű ügyek? Maga szerint ez az? Szerintem ez a dolog egyáltalán nem nevezhető apróságnak. Frank Flaherty-nek nincs rá joga, hogy ilyen döntéseket hozzon. Ahogy most állnak az ügyek, ez olyan csata, amit nem lehet megnyerni. De hát mikor lesz ennek vége, Bob? Magától már megszabadult. Ki a következő? Ó, ez nem így megy, Paula. Persze, hogy nem. Bob nem akarja kimondani, hogy nem fogja erőltetni a kérdést. Mert nem szeretné, ha Dick Monctonnak választania kellene közte és Frank Flaherty között. Inkább a barátság maradjon meg, mint az állás. Egyet értek. Hát, ez tényleg csak maga döntheti el, de azért azt hiszem, ha az elnök tudná, egyenesbe hozná a helyzetet. Persze, világos. Én hozzásegítem, hogy elmondja neki. A műsor, amit szerkeztek, a jövő héten megy adásba, interjúkkal és kerekasztallal. Bob maga lesz az első vendégem. Simán kiütheti Frank Flaherty-t és a többit. Maga viccel? Dehogy. Miért? Elmondhat mindent, amit csak akar. Bob ezt nem teheti meg. Miért nem? Mindenki tudja, mit művel Flaherty. Úgy dirigál, mint egy tábornok. Őt senki sem választotta meg. Paula maga nem érti, hogy folynak itt az ügyek. Ha, de nem. Ha Bob nyilvánosan beszélne erről, akkor tényleg megvadulnának. Ugye igazam van, Bob? Edemet is képesek kirúgni. Szívem, ez nem így megy. Hanem hogy megy akkor, Hank? Hát szóval Frank olyan, mint egy igazgató. Ő az, aki megszervezi a dolgokat és mozgásban tartja őket, és na persze néha megenged magának egyet más, de a munkát elvégzi, és az elnöknek erre van szükség. Ugyan már miket beszél? Bob valószínűleg többet tett Moncton karrierjéért, mint bárki más. Frank Flaherty egyszerű mameluk. És szerintem ezt az embereknek meg kell tudniuk, Bob. Úgyhogy, ha el akar jönni a stúdióba, csak szóljon, akármikor. Azt nem teheti meg. Senki nem kérte a maga beleegyezését, Hank. Hé, megálljunk. Ne háborúskodjanak ezen, oké? Tudom, mit érez, Paula. Én hálás vagyok a barátságáért, de ahhoz képest, hogy Dick most megteremteti a békét, tartós békét az egész világon, ez tényleg csak apró cseprő ügy. Jól van, Bob, sajnálom. Kicsit elragadtattam magam. Nem inna valaki egy kis brandit? De igen, mivel? Én is. Valódi tigris vagy, ragadozó. Jó, tudom, nem kellett volna, tudom. Mit tudom. Nem kellett volna? Henk kell vitatkozni. Tudom, hogy a barátod, de nem ment ki a fejemből, hogy végül is ő kapta meg Bob állását.
Van valami ragacsos abban az emberben. Hé, Henknek semmi része a dologban. Így adódott és kész. Ő sose tenne semmit Bob ellen. Nem hát. Nézd, Bob többször is megmentette őt a kirúgástól. Henk ezt tudja. Jó, de Henk csak önmagáért áll ki. Úgy üget fel a ranglétrán, mintha égő tapló lenne a fenekében. Nem hiszem, hogy bárki más érdekelni. Á, nem ilyen rossz emberű, drágám. Nézd, neki sosem ment könnyen semmi, érted? Soha életében. Nem teket óriázhat. Na jó. Így legalább nem kérdeztem meg Ketit, hol politúroztatja a haját, pedig elég borzalmas volt. Mindenki kap belőle egyet-egyet. Oké, okay, nagyszerű, köszönjük szépen. Köszönjük. Szabad? Itt egy másik csoport. Á, üdvözlöm. George. Örülök, hogy eljöttek. Jól érzik magukat? Én kérem, nézzenek jó arra. Estét. Arra kérem. Jó estét. Tessék kicsit összébb, és nézzenek arra kérem. Ó, Henk, nem tudom, megfelelő-e a pillanat. Drágám, valamikor találkoznod kell vele. Úgy, tessék. Egy kedves mosolyt. Remek. Mindenki kapjon egyet, jó? Köszönjük. Köszönöm. Gyere, most! Ó, Henk! Ne félj, gyerünk! Parancsoljon! Gyorsan, hogy is hívják? Keti. Ah. Henk, Henk, örömmel látom, kedves, hogy eljött. Egy hölgy bizonyára, Keti. Örülök, hogy megismertél, kedves. A Henk, Keti, forduljanak arra. Keti, meg kell mondanom, hogy a férje kitűnő munkát végez, kiváló munkát. Igen, nos, menjenek és mulassanak jól, végül is ezért párti a párti. Oké. Okay. El sem merem hinni. Igen, hát igen. Vagy szereznünk kell a fényképekből. Ó, igen, hogy nem. Olyan szép minden, ez a sok gyönyörű toalett. Hmm. Bárcsak Béliék is itt lennének. June és Bob mindig olyan kedvesek voltak. Úgy meglepett a dolog. Magát is? Uh-huh. Hogy ennyi év után Bob szedi a sátorfáját, és csak úgy elmegy. Tudja, hogy még csak el sem búcsúztak? Valóban? Ez nem jellemző June Bailey-re. Én úgy éreztem, barátnők vagyunk. Így is van. Akkor miért hagytak el szó nélkül? Flaherty elbocsátotta. Hogyan? Frank Flaherty elküldte Bobot. Jól mulatnak a hölgyek? Igen, remek estély, elnök úr. Igen, nagyon kellemes. Igaz, amit hallok? Bob Bailey-t elbocsátották? Bob Bailey lemondott, Mrs. Moncton. Az erre vonatkozó leveleit az irodámban őrzöm. Ezt én nem értem. Bob nem érezte jól magát a munkakörében. Mindnyájan nagyon sajnáljuk, hogy elment. Ó, tudtam, hogy valami tévedés van a dologban. Nincs tévedés, Mrs. Moncton. Egyáltalán nincs. Azt hiszem, ideje mennünk. Ó, jó éjszakát. Jó éjt. Jó éjt. Jó éjt. Jó éjt, Frank. Köszönöm. Jaj, te csodálatos! Szeretném, ha sose lenne vége. Nem is lesz vége. Rajta vagyunk a listán. A film John Erlichman a Cég című könyve alapján készült.